Sziasztok, sziasztok, Ádám vagyok, és Farming Simulator 15-öt folytatjuk, immárom, nem is tudom hányadik résznél, ugyanis nem is számoztam be a részeket, nos, nem tudom már, hogy hol tartottunk, repcét vetettünk szerintem, ja, azt le is eradtuk, úgyhogy, ja, de nem, szóval repcét vetettünk, úgyhogy, igen, kiürítettük itt a repcét a silóba, fel kéne tölteni a vetőgépeket, ugye, mert nincs mások benne, és itt mit is csináltunk. Ja, elkezdtünk kivágni egy fát, aztán mégse csináltuk, úgyhogy ezt is majd kifogjuk, ha már kivágtuk, akkor be fogjuk darálni. De most egyelőre van más dolgom is, úgyhogy előbb azt kéne csinálni. A vetőgépeket akkor előbb fel kéne tölteni, meg biztos, hogy nem permeteztünk az előző részbe, vagyis azt kéne most. Na. És mint jó gazda módjára megkerüljük a földünket, főleg, hogyha nem akadnánk össze a vetőgéppel. Na. Jó van, erre a rész, nem az előző részben már nem tudom, hogy mit akartam csinálni, mármint, hogy mit ígértem meg nektek, de most akkor, hát földet akartam venni, az biztos, csak még azért egy kicsit gyűjteni kéne, egy 300 ezer euró körül van talán ilyen normál méretű föld, amit én akartam, a 17-es vagy a 15-ös, aztán ugyan annyi körül van. Na jó van. Jó, akkor ezt, mert ezt be kéne csukni előbb, nem? Mielőtt oda megyünk. Szerintem a munkás az magától felengedte, szóval nekünk csak a összecsukás volt. Na, vetőgép újratöltése, és igen, velünk meg kéne nézni, mi van a silóban, amit érdemes lenne. Meg hogy mi mennyit ér. Hát a repcéből elég kevés van, hát búza, hát abból rengeteg van, ugye. Mert abból sokat szoktak adni. Úgyhogy árpa is jöhet, még esetleg kukoricát is majd elkezdhetünk, bár az mondjuk nem annyira éri meg. Fa, príték az ugye folyamatosan megy. Ú, szilás is jó. Ahhoz viszont izé kéne, ahhoz bálázó kéne, mert ugye kell egy adag szénabála, egy adag szalma, vagy hát egy tekercs szénabála, egy tekercs szalmabála, és talán erjesztett síró, ha jól tudom, azt nem tudom már miből van, majd utána nézek, de egyébként a tutoriálban ez benne van, úgyhogy majd ott is megnézem. Na, jó van, akkor szerintem repcét fogunk megint csak vetni, mert egyébként ezt utólag is ki tudjuk választani, hát némelyik mappon nem, ajjaj, nem valami szép az időjárás. Várjunk, addig hozom a másikat is. Remélem azért tudunk vetni esős időben is. Elméletileg esős időben csak aratni nem tudunk. Remélem ez így is van, mert én vetni az mindenképp kéne. Ezt is becsukjuk, ugye, hogy jobban oda hozzáférjünk. Ja, itt van, jó. Na. Ja, meg ugye a egyik rábából majd ezt a be kéne permetezni, ugye? Annyira nem elég, jó, akkor nem shift, hanem vagy nem, vagy shift tab. Ez meg is van. Remek. Zetorral most egyelőre nem tudunk mit kezdeni. Ugyan fát tudnánk vágni, de most van épp elég dolgunk. Úgyhogy azt kéne csinálni. Én nem, előbb permetezni kéne, nem is vetni. De most vele. Most nem mit kéne csinálni egyáltalán. Ja, most bele kéne pörgetni az időben, mert most már el van vetve. Csak előbb
Ah, de azért megéri ez az árát, ez a vetőgép, az tökre örülök neki. Várunk rá, bár átváltás. És akkor ugye permetezünk, mint szoktunk, hogy azért több legyen. Na, kezd kisütni a nap, ha jól látom, bár lehet, hogy nem úgy van. Így, ne? Na, akkor elég szépen működik ez a gazdaságunk. Meg ugye eddig a legjobb pénzt, ezt ugye... Mi ez a két sötétség? Lehet, hogy kitapostam valamit, vagy nem eléggé vetette, nem tudom. Várjunk, ki kéne nyitni, mert ez sok idő kinyílik. Na, szóval, mit is akartam mondani? Ja igen, hogy eddig ezt a favágással keresünk a legtöbb pénzt, mert ugye betermeljük a silóba azt a sok minden, mert ugye 98 ezer liter búza, meg 30 ezer liter áfa, meg 30 ezer repce van bent, meg még ki tudja micsoda. És akkor azt igazából küldetésekre szeretném fordítani, hogy akkor több pénzt kapunk, ugye? És ez így most jó. Kicsit kizumolok. Ja, ez így jó. Kicsit kiebb állhattunk vele, mindegy. Permetező gép bekapcsolása. B. Ja. Basszus, itt kifolyatjuk a fél liter. Azért remélem az elég lesz a földre. Ha nem lesz elég, akkor most ezzel a kicsivel nem fogok tötymörögni. Na, jól van, akkor ezt és viszem. Hú, nagyon nehezen lehet ezzel fordulni, mert hogyha nagyon betöröd, akkor elég. Mármint nagyon nem is a rábával, hanem ugye a vetőgép rajta van, és kicsit nehezen viseli. Na. Hú, ez már szakad. Jó, permetezés, ez lehet elsős időben, az jó dolog, de azért a... Jó, mondjuk mindenképpen bele kell pörgetni az időbe, ugye, hogy tudjuk, a francba ez a befordulás, az nagyon rossz volt. Merünk ezt inkább felviszem, mert ugye ezzel is így gyorsabban haladjunk. Már sárosak a gépek eléggé. Mondjuk ez volt a legutcsó, amit vettünk, ugye. És hát már ez is kezd azért sárosodni, szóval majd azt is... Majd veszünk egy ilyen tízes cuccot is, hogy azért legyenek már tiszták a gépeink. Igaz, retro gépek, csak hogy azért tartsuk rendben a gazdaságunkat, meg ilyenek. Na. Akkor ezzel meg is vagyunk. Azok meg mit állnak ott? Ezt itt halljam. Ja, itt van ez a pár darab, most komolyan ez a baja. Ja, várjatok. Így egyszerűbb lenne, és akkor a kombájnokat meg ugye kivisszük. Ezt átviszem a másik földre. Az a jó, hogy egyébként jó nagy ez a permetező. Ja, meg az órára, mondjuk ennek a traktornak pont nem lehetne felszerelni, egyébként van itt a boltba egy ilyen permetező, ezt a traktor orrára fel lehet szerelni, és akkor nem csak 1920 liter, hanem plusz még 1125 liter, de egyébként erre a földre pont elég az 1920 liter, ezért nem vettem még olyat, de különben, hogyha másik földet is veszünk, akkor valószínűleg nagyobb lesz ennél, mert hát ugye nézzétek meg, ez a 16-os ez eléggé kicsi, és a 17-es ez már ilyen két és félszer akkora körülbelül, és hát érdemes egy olyan nagyobbat venni. Szerintem. Mi volt ez? Ahogy kiszálltam. Na jó, van ezt itt. Meg is van mindjárt. Kicsit ezt távolabb helyezem, ezt a klasszot, hogy ha itt fordul a
permetező, akkor be tudja venni a kanyart. Nem, hogy ne ütközzenek egymásba. Ez itt jó is lesz. Na, oké, és akkor ez meg ugye maradhat itt. Remélem nem olyan sokáig fog itt esni az eső. Amint permetezés megtörtént, utána újra töltöm a permetezőt, áthozom a vetőgépet, és akkor ide. Mondjuk a vetőgép az ráér igazából, úgyhogy inkább belegyorsítok az időbe. Csak hol tart most egyébként, a fölfelé megy. Jól van, akkor megnézem. Na ugye gyorsan véges, csak hát pont egy ilyen necces hely jutott nekünk, ugye, hogy így dombról lefelé, meg felfelé kell menni, azt nem volt nekünk jó az a tényező nekünk. Hogy hogyan van? Na. Na és így nem is fordul már be, hanem már egyből tolja ki. Kicsit kizummolok. Van már csak egy ezt itt visszafordítja, és talán, hogyha szerencsénk lesz, akkor ezt a maradékot már sikerül neki, és nem kell itt még vacakolni még egy fordulással. Nagyon remélem, mert ha kell, akkor nem tudom, nem hiszem, hogy meg fogom várni. De majd meglátjuk, mennyi marad belőle. Na jó van. De nagyon szakad az eső. Meg kell majd gyorsítani mindjárt az időbe. Csak előbb még ezt be kéne mindenképpen fejezni. Csak siessen már. Igazából a Farming Simulator 17-ben ilyenkor, amikor vársz egy vagy több munkásra, akkor lehet így bérmunkázni. De most, mivel a Farming Simulator 15-ről van szó, ezért nem lehet. Nincs anyag. Jó van, azt a kicsit még le fogom itt szedni. Akármennyire és hosszú idő. Igen, ez a baj, hogy itt a traktorok meg a kombájnok dolgoznak, hogy felfelé menjünk, aztán elég nehézkes nekik, ugye? Ilyen simább talajt kéne nézni igazából, az a előttünk lévő a 15-ös, az is ilyen kicsit ilyen dombos. Talán ami ott mögöttünk van, a 17-es föld talán. Igen, 17-es föld az elég ilyen simának tűnik, bár nem látok innenre, mert nem valami nagy az a látótávos. Viszont annyiból lenne jó, két okból lenne jó megvenni ezt a 15-ös földet, mert egyrészt azért, remélem nem fognak belekadni, egyrészt azért, mert ott vágunk ki ugye fát, és közel van, másik meg ugye az nagyobb, mint a 17-es, hát az szép volt. Na mindjárt meg is lesz. Egyébként, hogyha én vezetem, akkor gyorsabban permetezik velünk, ezt ki kéne próbálni. Kicsit hátrább. Nem. Jó, akkor marad a bérmunkás. Hé. Mi a franc? Ez mi volt? Nem tudom, mit csinált itt, de kihagyott egy csikot. Hogy kellett nekem itt bele cuccolni. Jó van, remélem kitart ez a 11% már. Jó van. Bármilyen elég gyorsan fogyna. Jó van, ez csak kitart.
Nem hittem, hogy ezzel fogok itt elhúzni az időt. De egyszerűen nem tudok mit csinálni, amíg ez nincs meg. 5%, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 11. Egy pici maradt benne, mindegy. Akkor az maradhat, maradjon is be. Ez csúszik. Menünk, ezt be is zárom, mert hogy azért el is férjünk. És akkor ezt újra töltöm. Ja, közben a 120-szoros időgyorsítást az azért betehetném. Hogy azért addig is csináljunk valamit. Majd holnap reggel ugyan ilyen időpontban, 24 óra múlva majd elkezdjük ugye mit is kezdünk el az aratást. Ha eláll az eső, akkor szerintem leállítom egy kicsit az időt, és akkor mi van? Mi az? Itt kezd a szerte nagy a cukorrépa kereslet. Hát nekem nincsen cukorrépám, úgyhogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Szóval ha eláll az eső, akkor megállítom az időt, és akkor fát vágok. Ez nagyon durván csúszik. Nem tudom, hogy ez az esőtől van, vagy azért, mert itt a rába vacakol. Csak álljon már el az eső. Ja, nézzük már meg a további napokat, mik lesznek váratok, milyen időjárások. Ilyen, ez van ma, és többi napon egész szép napos idő lesz. Az jó. Cukorrépával, meg mi a másik burgonyával, hát én azzal nem fogok semmiféleképpen kereskedni, mert hát ugye kell külön gép a cukorrépának, a burgonyának és a cukorrépának is kell külön gép, aztán még hát ami nem kevés pénz, hát nézzétek meg, egy ilyen gép az 480 ezer euró, ez is 480 ezer euró, szóval nem olcsó, és amellett nézzétek meg ezt, hol van, itt van, cukorrépa burgonya, nézzétek meg az árát, hát siralmasan kevés, szóval nem is értem ez micsoda. Hát most itt, nézzétek, 1,6-szorosára vált, és így se jobb, mint mondjuk a... Hát egy kicsit jobb, mint az árpa egyébként, és ennyi. De egyébként nem sokat számít így se. Jó, van, ezt megtöltöttük úgy, hogy... Ú, ne. Majdnem kinyitottam teljesen. Még jó, hogy közben meg lehet akadályozni, hogy kinyíljon. És akkor átrakjuk a betűgépet, hogy... Álljon már el az eső. Na jó, van, szépen éregetik a dolog. Na végre. Egy óra van, és már szépen kivirágzott minden. Nagyszerű. Jó, ezt itt is hagyom. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor miért ne. Na, hol van már ez az etor? Itt ez az etor, üzemanyag is kéne bele. Na és akkor most egy kicsit fát is aprítunk. Most melyik irányba vagyok? Pont a rossz irányba. Merre van a favágás egyáltalán? Azt tudom, hogy a földön át kell menni. Jó, akkor másik irányba van teljesen. Nagyszerű.
Ja igen, belső nézetben, hát igen, ez a kész kitörőses dolog. Na, majd új modokat is be kéne rakni, most erről az utóra eszembe is jutott, hogy már nagyon régen volt mod berakás, úgyhogy írogassatok nekem, mert már unatkozok itt a modok nélkül. Mármint, hogy persze vannak modok, csak hogy kicsit unalmas már, hogy már egy ideje nincsen berakva. Ott a föld mellett elmegyek. Már a sikerül belehúzatnom. Ugye egy olyan hosszú fát kitermelünk, az úgy 15 ezer euró. Hát és elég gyorsan ki lehet termelni, szóval az csak ilyen könnyű pénzszerzés. De egyébként majd másra is szeretnék pénzt keresni. Hát ami még egyelőre nem fog beindulni, ez a bálázás, de azt is szeretném, mert azt tetszik. Ja, meg az állattartás tényleg, az is fontos. Most majdnem nyomtam volna egy nitrót neki, csak aztán rájöttem, hogy ez Farming Simulator 15. Még nyomtam volna neki itt egy nitrót, csak úristen, ez nagyon lassan megy. Ha már itt vagyunk, akkor megnézzük a 15-ös föld értékét. Most egész gyorsan megy. Mindjárt ki is ugrok. Most. Területmegvétel R. 286.500 euró. Hát azért, hát egy 300.000 eurót így nagyjából össze kéne gyűjteni. Nagyon szép egyébként ez az ötő, nekem nagyon bejön. Persze majd más modokat is fogunk venni, csak egyelőre most ezekkel a modokkal éppen hogy elboldogunk, és tökéletes pénzszerzés. Szóval most egyelőre nem csinálunk mást. Én egyébként arra is gondoltam, hogy velünk melyik irányba kéne állni. Melyik irányba megy ki a cső? Várjunk, előbb ezt a fát le kéne szedni. Hol a fa? Úristen, ott aztán pusztítást végeztünk. Na itt a fa. Na jó van, akkor arra is gondoltam egyébként, hogy majd a gameplay-en kívül itt végig ezt a tucatnyi fát. Hát ezt a jó pár tucatnyi fát, ezt majd betermelem így gameplay-en kívül. Csak aztán, igen, és akkor kapok egy csomó pénzt, értem, mert ugye nem akarom itt a silóba tartani, hogy majd homlokrakodós traktorral összeszedjem. De akkor majd be is csítelhetnék annyi pénzt, amennyit a fáért lehetne, szóval ennek így nincs értelme. Szóval inkább azt csinálom, hogy majd veletek, akármennyire is unalmas, hát különben így azért kicsit csítes a dolog. Egyébként még az előző gameplay-ben emlékszem, hogy mondtam azt, hogy nem érdemes levágni az összességet, mert csak időhúzás, egyébként meg simán be lehetne húzni. Hát ez így igaz. Úgyhogy megpróbálom minél idő, na úgyhogy az idő pénz. És nem akarok itt húzogatni az időt. Úgyhogy ezt itt le kéne ágazni. Egyébként nem tudom, hogy mi a különbség, hogy most többet adnak el érte ágazva, vagy ágtalanul, vagy hogy ér többet a fa. Már elkeveredtem. Állj francba, hogy... És még ugrani se tudok, ugye? Mert fölöttem a fa. Na jó, van erre, ez a kamazzal rá is állok. Egész jó egyébként ez a fadarálás, hogyha megfelelő fát keresel. Különben itt ez a sok ág, ami hát szerintem ugye a fizika itt a fán ez nagyon itt erőltetett, vagy nem is tudom mi ez a megfelelő szóhasználat, amit kéne itt használni, de hogyha itt sok az ág, ugye,
akkor egy idő után már a fizikát eszi itt, vagy a fizika eszi itt a mappot. Nem tudok már beszélni, mindegy. Szóval azért nem érdemes nagyon a francba, mert hogy utálom ezt a nézet húzkodást. Várjatok pillanat, csak kicsit jobban rá. Így. Jaj, de utálom ezt én. De utálom, de... Na, most elvileg itt megfogtuk. Mertük a Zetort, kiengedem a csövet, és akkor a Zetort azt itt odaállítom. A Zetort? Ilyen egy érzem már, hogy egyébként ezek a Farming Simulator részek egyre monotonabbá már kezdenek válni. Úgyhogy ezért is kéne valami újat csinálni. Például a bálázás meg az állattartás az lenne egy ilyen jó dolog. Mert hát az egy ilyen új dolog. Na. Most ez itt elérhető. Van, hogy ez az ág, az miért, mi a szart keresi. Várjátok. Jó, van, ez most elvileg itt beállt, hogy jó legyen. Akkor mivel kell, B-vel kell beindítani, igen. Most egyébként már nagyjából egy kiismertem a darálónak az irányítását. Hogyha az van, hogy esetleg rosszul, hogyha esetleg itt bénázni láttok, az nem azért van, hanem azért, mert itt fordítva van az irányítás, mert olyan nézetben vagyok éppen. De ezért most már nagyjából így kitanultam itt a darálót, vagy hogyan. Jó. Reméljük, várjatok. Kicsit azért irányba állok. Na várjátok, ezt el ki kéne nyitni, hogy... És akkor ez itt most szépen fog menni, reméljük. Kicsit arra húzunk, hogy itt kéne megtartani. Lehet, hogy úgy még rosszabban csináltam. Nem, ez így jó lesz. Ez így jó lesz, és látjátok, simán megy. Kicsit irányítani kell. De egyébként így nagyon szépen megy. Mi volt ez? Ajaj. Jaj. F
francba, hogy úgy kicsó... itt kidőlt erre. Kéne valami másik fadarállót szerezni, de amíg... Amíg nincs elég pénzünk rá, addig nem tudunk. Ugye így önmagában a játékban nincs elég fadarálló. Mármint, hogy egy darab van. És ugye még vannak a ponszok, de azok meg ilyen méreg drágák. Na. Csak jó lesz már végre. Nagyon remélem. Igen, most már jó lesz. Mert most azt sem tudom már, hogy melyik az ága és melyik az eredeti törzs. Hoppá. Pont megfogtuk. Mi volt ez? Mi volt ez a bug? Várjatok pillanat. Na már. De utálom ezeket a véletlen bugokat. Ami már igazából nem akarok nagyon ezzel itt szívózni, azzal a kis végével, de ott ezt azért még megcsináljuk. Mi ez? Annyira azért nem jön be nekem ez a daráló, nehogy azt higgyétek. Mert ugye mondtam, hogy nem rossz, de egyébként nem is olyan jó. Csak hát ugye nincs olyan sok választási lehetőség, hogy melyik darálót választod, mert... Nem tudom, egyébként írjátok meg ezt, ti hogy tudjátok, hogy a farönk ért többet, vagy a fadarálék ért többet. Hogyha most itt rönköt adnák el, és mondjuk, hogy az lenne jobb áron, akkor itt nem is ezzel vacakolnak, hanem akkor rönköt csinálnak belőle, és akkor azt eladnám. Igen, ezek az irányítási gondok egyébként. Tudom már, hogy kell irányítani, csak nem olyan nézetben vagyok, vagy hogy tudom már, hogy mit kell csinálni, csak lehet, hogy pont a másik irányba csinálom. Az lehet az egyetlen gond itt. És remélem, ha kinyitom ezt, akkor kinyitottam elvileg. Végre. Kinyitottam, csak valamilyen nem akartak bevenni. Jó, már ezt a kis izét még betaráljuk. Ja. Reméljük. Jó, van a végét is. Remek. Mi ez a bug? Ezt le is állítom, mert most már itt nincs értelme. És ez meg mi van? Azért vannak ilyen furcsa bugok, hogy mi van? Szerintem itt... Azt nem szeretem én ezt a bugot. Na mindegy. Szóval most ott vagyunk, hogy mennyi van ez a torba? 41%. Hát én szerintem még egy ilyen fát bele tudnánk rakni. Úgyhogy miért is ne, várjatok, megnézzük, mi van itt közelben. Hát szerintem legyen ez, ami itt van valamelyik. Mondjuk ez. Ja, stillán nem tudunk rohangálni.
ezt gyorsan megcsináljuk egyébként. Itt húzódjon az idő. Ezt a pár ágat megcsináljuk. Na, itt van egy ág is. Valami. Itt egy ág, és nem akarja itt leágazni. Azért néha itt vannak ilyen furcsaságok. Ezt a párat innen. Párat innen alulról is. Gyorsan megcsináljuk. Nincs vele gond, hoppá, ránk is esett a fa. Nem voltunk valami valósághűek, de most itt. Volt az ág, itt az ág. Ezt is leálljuk. Gyorsan meg lesz ez. Aztán most már tényleg elkezdünk itt foglalkozni a aratással, mert az egy eléggé lényeges dolog. Na akkor mi? Kell még levágni? Kéne még levágni? Jó. Jól van. Gyorsan meg lesz. Úgy érzem. Na. Csak belekap. Jó, ha van. Egyébként mindjárt jön az ETS 2 live, hát nem most fogom felrakni ezt a részt, vagyis hát később tudjátok meg, de ezt már mondtam egyébként, hogy lesz ma live. Már ugye vasárnap van, 18-a, és lesz egy ilyen Eurotech Simulator live. Egy ilyen, nem a megszokott, hanem egy ilyen érdekesebb, de majd úgy is kiderül. Persze, ti már tudjátok úgy is, mert ez a... Mert én már ezt megcsináltam igazából, amikor ez a rész felkerül, meg akkor már ti is tudjátok, mi van. Ezt néhány ágat le kéne itt ágazni, csak nem tudom, hogy van. Itt aztán is olyan sok ág van. Remélem minden erről a végéről is rá tudunk. Ugran jóval. Ja, itt van fölöttünk ez a vékony ág, aztán azért nem tudunk ráugrani, ez most komoly. Várjatok pillanat. Akkor ezt le is vágom, ezt az ágat. Csak nem tudom, hogy kéne ide rá. Jó is lesz. Már nem tudom, melyik az ág és melyik nem ág. Áj, de zavaró ez itt. Na mindegy, ezt még itt levágjuk. Aztán jön a darálás. Hogy van? Ja, előbb a daráló gépet kéne. Hol vágtuk ki a fel? Másik oldalt vágtuk? Igen, másik oldalt vágtuk. Jönön ez az. Ez csak sima ágak, és akkor most el is fordulunk szépen. Nagyszerű. És pont itt a bokor, hát ezt nem hiszem el. Na
mert ezt csináljuk, ugye? Ugye még ugye hozzuk a Zetort is. Már ezt is meg kéne tankolni, mert nincs benne sok üzemanyag, ugye ezzel megyünk a legtöbbet. Na ezért kapunk egy 30 ezret, ugye? Ugye összesen. Aztán most már tényleg foglalkozunk a farmmal. Jó, a cső elvileg így pont jó. Még jobban kizumolunk. Jó lesz ez így, na. Ajjaj. Mégse lesz jó. Szerintem nehéz neki ez a hosszú fa. Úgyhogy... Azért már nem fogom így ketté vágni, azért mert... Nem bírja. Kicsit erőlködünk vele, de biztos, hogy be fogja ezt kapni. Óvatosan, ugye? Hát jól van. Hát elvileg jól van. Most ez megy ide a... Elvileg megy. Igen, megy, emelkedik, jó. Na, azt itt már megijedtem, hogy nem fog menni. De megy. Nem tudja, a piros pótba azt hittem, hogy megy. Fadarálék, de megy. Itt jön a vége. Na, látjátok, sima pénz egyébként így. Pár perc alatt össze lehet hozni. Irányítani kéne itt a ágat. De nem értem egyébként, miért a kamaz mozdul el, és miért nem a fa. Ez nem érthető. Akkor meglököm a fát, akkor a kamaz akar elmozdulni. Na már megint ugyanaz a baj, mint az előbb. Na ezt gyorsan megcsináljuk tényleg most már, mert nem fogok ezzel többet vacakolni. Szerintem, hogy alá lehet nyúlni a kamaznak, mert akkor így ki lehet húzni az alatta lévő fát. Basszus, miért itt raktak egy bokrot? Kár, hogy a bokrot nem lehet kivágni. És akkor azt is bedarálni. Csak egy sima kivágás lenne. Szépen bedarálja, jól van. Oké, ez könnyen ment. Ennyi volt, na, tessék. Jó. Ezt így is hagyjuk. Mennyi van az etorba? Hú, 78%, az szépen. Jó, 31 ezer. Körülbelül 30 ezeret kapunk érte. Hova kéne vinni? Hova?
oda a biomasszába, ugye? Ahhoz meg merre kéne menni? Befelé kéne menni talán? Igen. Azért vannak itt még fák, amiket ki lehet itt termelni. Úgyhogy majd foglalkozunk ezzel későbbiekben is, csak most én mást is szeretnék ugyan csinálni. De ez legalább könnyű pénzszerzés egyébként. Ja, meg kéne nézni a küldetéseket, csak az a baj, hogy rövid ideig vannak, rövid határideje van a küldetéseknek, amit annyira nem szeretek. Merre kell menni, mert nem ezen az úton mentem. Ja, már megvan, jól van. Ja, belső nézetbe persze. Minden részben lesz azért belső nézet. Megpróbálok ugye a szimulátor, ezért inkább szimuláljuk már, hogy ez valóság. Szóval ezért minél többet akarok belső nézetbe lenni. De fodarálásnál, a kamazzal, amikor rakom be a daruba, vagy daruval rakom be a fát, akkor nem hiszem, hogy ennyit belső nézetbe fogom vinni, mert lesz az képtelenség. Persze megpróbálhatnánk egyszer, de most minek húzzuk itt a drága időnket. Na, jó van. Egyébként látok, majd utána mondom, miután elindultunk kifelé, mert ott lesz jelentősége. Opa, másik irányba, így né. Jó. Kirakodás. Megnézem, hogy hol van. Milyen szépen álltunk rá. Nem csúnyán. Kicsit közel voltunk. Aha, már át is bugolt. Jó. Na, akkor mondom, mit akartam itt még mutatni. Amennyit kaptunk, azt nem néztem, de 82 000 nélünk, és valahol 50, valahány. Talán egy, ja igen, 30 000-et kaptunk, hát az egyértelműen biztos volt. Na, mindjárt mutatom itt, mert tudjátok, van a néhány helyen az a két darab, így egymás mellett lévő téglafal. És ugye közte be lehet, szerintem silót lehet berakni, és ott lehet erjeszteni. De nem tudom, hogy lehet silót szerezni, azt elmondanátok, mert nem tudom. Mert a tutoriálban csak az van benne, hogy ott van a siló, ugye az erjesztett siló, és akkor azt igazából be kell termelni, hogy legyen szillás. De hogy ide mit kell rakni egyébként, ide a betonfalak közé? Gondolom a siló, de az miből lesz? Az lenne a kérdésem. Na, azt még nem tudom. És akkor szillással is elkezdhetnénk kereskedni, ugye? Vagy hát nem kereskedni, hanem eladni. Na, akkor begyorsítok már az időbe, ha már itt tartunk. Most már érnie kéne a repcének is. Na. Össze kéne mindenképpen szedni egy 300 000-et. 15-ös föld az 300 000, 17-es az hát az kisebb mondjuk, de
Szerintem a 15-ös földet érdemesebb lenne megvenni, viszont a 17-es meg úgy simább. Bár mondjuk nem nagyon néztem, de szerintem. Na. Jól van. Ja, meg üzemanyag is kéne. Aha, szép sima ez a föld. Ja, meg akkor, ha már itt vagyunk, akkor megnézem a küldetést ennél a táblánál, mit van a farma. Hát, ha van valami jó kis küldetés. Csak mondom, hogy pár perces határidők vannak egyébként, az a baj vele. Szóval annyira nagyon nem lehet magunkat telekereskedni. Főleg, ha most itt így gyorsítás is van. Na, itt is vagyunk. Nem ezt a francba már. Mivel kell? Erre kell. 5 perc maradt. A mozgója javító szerviz kifogyott az alkatrészekből, és te vagy az egyetlen környéken, aki tudja őket segíteni. Mi van? Homlokra kodóla raklapvillába, hát nekem nincs olyan, szóval hát ezt nem fogom tudni elfogadni. És még mindig 5 perc maradt egyébként, de most így valóságban 5 perc, vagy pedig a játékban 5 perc, mert én most itt pörgetek egy csomó időt, de ha most nézzük, akkor most már csak 4 percet. Szerintem akkor ez valóságban érvényes, és nem úgy játékban. Ja, hát akkor meg úgy simán. Akkor viszont van elég időre. Na. Miért csökken a pénzünk? Azt mondjátok meg én. De fura, miért csökken a pénzünk? Mert mitől csökkenhet a pénzünk? Üzemeltetési költségek, bérköltségek, betakarításból származó bevétel, egyebek. Ez mi? Hírek, járműkiárusítás. Jelenleg a KPS 8 akciót tartunk, ami szokásos. Oké. Okay. Mindegy. Akkor... Na. Várjátok, akkor átugrok a kombányba. A másikba. Amit lent van, és akkor most nem egy... Ezt lelassítom, és akkor Ctrl R. Ennyi. Ja, még egy picit. Meg egyet? Tökéletes. Jó. Akkor ezt el kéne indítani. Jaj, ezt le lehet taposni. Vagy benn van még ez a letaposás mód? Ha benn van, akkor itt... Csak óvatosan. Szerintem benn van. Jó, akkor szerintem kiszedem valamikor majd ezt a letaposás módot, mert ez nekem nem tetszik annyira. Mert nem biztos, hogy benn van, csak úgy tűnt. Hát igen, majd egyszer majd beállázni is fogunk. Na, jó, akkor erre is indítom a kombányt. Így. Jó is lesz. Remek. És akkor... És nézzétek, bekapcsolták automatikusan a lámpát. Pedig ezzel én voltam. Világítás. Ki? Vagy lehet, hogy én voltam? Várjunk, a másik kombájnál is ég a lámpa. Aha. Akkor nem én kapcsoltam be. Mindegy, maradjon bekapcsolva. Igen, akkor igen, automatikusan. Jó, van, mindegy. Akkor ezzel tört ezt.
Azt viszem is tovább. Na, indíts. Na jó. Zettor az itt oldalt kint marad, aztán... Aztán várakozunk. Na, ugye nincs más csinálni. Vagy váratok, hogyha mondjuk elvállalunk egy ilyen küldetést, akkor mint a Farming Simulator 17-ben kapunk magunktól gépeket, vagy pedig nem, és akkor magunknak kell, mert ugye ott volt egy elérhető, vagy kell a felszerelés, hogy milyen felszerelés kell, és nem tudom. Ja, mondjuk, és akkor most, ja most megtöltöm egyébként üzemanyaggal, azt akartam, hogy ezt le is rakhattam. Most minek kurcik olyan. Na szóval, most akkor az van, hogy, hogyha küldetést elfogadod, akkor magad, hogyha csak akkor vállalhatod el, hogyha mondjuk nem, hogyha mondjuk elvállalod, akkor mint a Farming Simulator 17-ben kapsz megfelelő cuccokat, vagy hát megfelelő felszerelést, ami kell, vagy pedig mi van? Jó, van, mindegy, hagyjuk. Vagy nem. Na mindig. Jó van. Vagy pedig a te cuccaidat kell felhasználni arra a küldetésre. Vagy pedig a harmadik esetőség, hogy el akarod vállalni, de nincs olyan cuccod, és akkor nem lehet elvállalni a küldetést egyszerűen. Hát nem tudom, hogy van. Oké. Kicsit belepörkesek még az időbe, hogy ezért legyen világosabb. Nézzétek a napot, ahogy fel kell. Most egy helyen hagyom a kamerát. Ez világosan. Igazából világosabb lesz, de a nap nem megy feljebb. Az érdekes. Na mindegy. Ennyire világos azért elég lesz. Reméljük. Mennyinél tartják a kombájnok. 46%-nál és 53%-nál. Jó, ez megfordul, aztán ürítem is. De érdekes, itt a sárga visszatükröződés a ablakonnak. Jó, ezt itt megfordítjuk, azt iránypályítjuk, azt megvárjuk a kombányt is. Nagyszerűen. Jaj, de ezek a... közlekedést elvileg ki lehet kapcsolni, nem? Na most kipróbáljuk, de nem akarom megkockáztatni egyébként, de... De ki lehet taposni. Ajjaj. Az nem jó. Most itt irányba álltam. Na hol a kombáj? Jó, már meg is fordult. Ó, kilógott a villája, vagy a villája, raklapvilla. El tud mellettünk menni egyáltalán? Nem úgy tűnik. De el tud menni, jól van. Nem, bekapcsolom a tempomatot, és nem véletlenül kikapcsolt.
Jaj, nem már, hogy... Francban? Nehogy becsukjad a csövet, ne. Te mérges. Jaj, jaj, jaj. Indíts, indíts, indíts. Annyira, annyira nem tudom. Normálisan benyomni a tempomatot. Nem már. Nem bírom eltállni itt a párhuzamosságot. Ennyi volt. De nem hiszem el, hogy elmegy. Mindegy, akkor annyi volt. Na tessék. Akkor viszont most kéne a másik kombány. És pont ott a csöve, hát. Látok, hol a csöve? És pont rossz irányba van. 80% a francba. Valahogy ide kéne normálisabban állítani. Hogy a rába az be tudja vinni. Vagy milyen rába. Hol a zetor? Vagy csak simán itt túlpörgettem? Mindegy. Reggel van, srácok, hát nem nagyon tudok itt koncentrálni. Ú, basszus, meg kéne nézni, hogy hány óra van, mert időbe kéne elkezdeni itt a dolgokat. Mennyi ideje megy? Egy órája megy ez a videó, remek, mert még van háromnegyed óra múlva már elkezdem itt az Euro Truck Simulator live-ot, aztán nem nagyon kéne itt lekésni. Mennyibe kerülnek egyébként az állatok, velük? Hol van? Ja, nem. Valahol itt a jószágok. Aha. Hát nem olcsó, mondjuk a szarvas már kicsit drága, de egyébként nem rossz áron van, nem tudom, hogy mit kapok érte, hogyha állatot tartok, vagy csak pénzlevonás, vagy mi van akkor. Mit lehet? Mert akkor nem érdemes állatot tartani, mert ugye, hogyha nem kapunk érte semmit, mert ugye pénzt is, mert ugye kaját kell adni nekik, meg izét kell. Mondjuk termelünk, lehet valamennyi, termelni lehet belőle valamennyi, csak... De... Nem tudom, hogy mit lehet érte kapni. Csír, van egy csirkénk. Az jó. De tényleg van egy csirkénk? Mikor vettem én csirkot? Várjatok. Mindjárt megnézem. Nem is vettem én csirkét. Akkor miért volt ott egy nem? Nézzétek meg. Miért volt ott egy csirke? Nem statisztikák. Látjátok, birtokolt csirkék egy. Az mi? Hogyha egyszer nincs se csirkénk se, akkor hogy birtokolhatunk csirkét? Na mindegy. Hát ez a rész se volt valami összeszedett, legalábbis részemről. Hol tart a kombány? Nem ez? Hát... Most ürült, jó. Na, volt. Ezt kicsit leállítjuk itt. Így.
A csövet még be akartam hozni, mindegy. Gyorsan végeznek egyébként a kombájnok, azt szeretem. Ugye gyorsan tellenek is. Hát, hogy ezt ki kéne üríteni, majd a felér akkor majd kiürítjük. Addig is mit csináljunk? Hát felesleges ezt most kiüríteni. Akkor... ja tényleg, hát ezt elfelejtettem elindítani a vetőgépeket. Na, ezt kéne most csinálni. Várunk, nem biztos, hogy jó szögben vagyok. Hogy jó szögbe vagyok, és kihagyja azt a picit a francba a rohadt életbe, hogy miért. Jó, hát most ez a picit nem kéne ott veszekedni, de ez nagyon, nekem nagyon felháborít, vagy hát nem felháborítóan idegesítő, hogy az a pici ott miért van kihagyva. Tudtam direkt, hogy azt a picit kihagyja. Mindegy. Most már csak jó lesz. Nem, akkor itt azt a sarkot megint csak kihagy. Mindegy. Elindítjuk a másikat és gyorsan. Ezt itt jobban rá lehet állni erre, ugye nagyobb szögbe. Csak én mégiscsak túlfordultam. Jó lesz ez. Ó, hogy a rohadt életben. Miért van ott? Mi a szarért került az oda? Ja, kicsit előrébb kéne állni. Egy nem nagyon akarja egybe venni. Jó van, az pont lehúzza, jó van. Legalább nem fognak egymásba akadni itt a kombájn a rábák. Ha már itt van, akkor ezt gyorsan kiürítem, hogy jó legyen. Hát megint csak rosszul leálltam rá. Mert ezt itt elviszem, nehogy lássak. Jó. Nem kellene letaposni. Szerencsé, hogy a vágóasztallal nem lehet itt letaposni, vagy hát kitaposni. Ez itt jó lesz. Jól eltaláltam, remek. Ez viszont már itt majdnem fullon van, úgyhogy el is indítom a Zetort. Hol vagyok? Ott vagyok? Ott van a kombájn is. Melyik irányba van a csöve? Látom. Kinyel, rálátok? Minden se látom. Másik oldalt van. Az úgy pont jó végül is. Kés. Na most egyszerre négyen is dolgoznak ott a földemem. Remek dolog. Ugye ilyenkor veszítjük el a legtöbb pénzt, amikor sokan dolgoznak egyszerre egy segédmunkásban, de legalább így hatékonyabb.
De nézzétek egyébként, hogy nagyon keveset eszik a Combine. Mind a kettő Combine, mert hát nem nagyon csökken itt a üzemanyagjuk. És viszonylag már sokat is mentek. Ez így pont jó lesz, így pont ki lesz számolva. Nagyszerű. Közze tort azt itt. Hogy is kéne, be kéne valahogy állítani, hogy ez jó legyen. Jaj, nem hátra, előre. Így elvileg jó lesz. Jó. Ezt én átveszem. Az irányítást. Még pont a másik irányba kellett volna hozni. Nem mindegy. Megoldjuk. És 99%. Másik. Ez mit csinál? Ja. Megfordult. Jó, ez még telhet nyugodtan. És mindjárt megnézem, mennyi van az Zetorna, hogy itt azért túl legyünk a maxon. Mit csinál ez? Már nem voltunk olyan pontosak. És mi a franc? Az meg mit csinál az a zaj? Ez most komoly volt. Hihetetlen. Jó, 55% még csak a felére. Ó, ott a... Mi ez? Látok. Ezt gyorsan kiürítem. És akkor... és ki is ürítem itt a síróba a repcét. Kár, hogy nem ürítenek gyorsabban, na most ezzel megy az idő. Hát mondjuk több idő megy el a favágással, vagy hát a fadarárással, szóval nem is szóltam. Hoppa. Hogy megindult. Hol van ez? Megvan. Ugye csak a fele vetőgép ment el, ugye a fele vágóasztal ment rá arra a sorra. Ezt ki kéne üríteni, mielőtt tényleg már nagyon megtelne. Rábák is haladnak szépen. Na, remekül haladunk egyébként, tényleg ezt kéne, azt kell mondani. Még egy nagy adag bemegy a silóba. Trepce. Na, tényleg tök jól haladunk. Még az eléggé monoton ez a haladás, de legalább keresünk pénzt, és akkor majd ha sok pénzt kerestünk, akkor meg jó lesz, mert akkor meg utána vehetünk új dolgokat. Egyébként mit kéne még vennünk? Na, nézzük már meg. Valami modot kéne, valami traktor modot kéne. Klassz nem annyira akarok. Zetor az van. GCB. GCB-t azt nagyon szeretnék venni. Azt mennyivel megy szerintetek? Nem tudom. Nekem ez nagyon tetszik. John Deere, az se rossz. Mert nekem a John Deere-okkal van egy ilyen szín problémám.
Mármint nem az, hogy szép zöld, hanem mindegyik John Deere-t valahogy elrontották. Persze ez csak az én véleményem. Na akkor van itt egy pár MTZ, vagy Belorusz, ugyanaz a kettő. Rába és a Zetori, ilyet is szeretnék egyébként venni. Majd később. Ezek se rosszak egyébként. Mit tud? 133 lóerős. Nem rossz egyébként, majd később fogunk venni modot. Homlokrakodó. Az nem érdekel minket. Ifát is fogunk venni, mindenképpen. Majd ilyen, majd a Zetor helyett majd ilyennel fogjuk szállítani a dolgokat. De akkor viszont olyan kéne, olyan pót kéne, ami ilyen, hogy nem olyan, hogy nem ilyen, amit a traktorra lehet rakni, hanem ez a három. Ez eléggé jó, 65 000, 60 000, 30 000. Ez tetszik nekem 70 000-ért egy ilyen pótkocsit, 65 000 literes, és ifát utána köthetnénk. Az hát 70 000, mennyibe kerül az ifa? 10 000, 80 000, hát ez pont megvan most éppen. Akkor kicsit gyűjtünk még, és akkor szerintem ezt a kettőt meg majd valamire másra rááldozzuk. Szerintem nem fogom ezeket eladni, mert nekem nagyon tetszik. És akkor meg is van egyébként már a 65 000 literes. Ja, és egyébként ez hány literes ez a pót? Hol van ez? 59 000 literes talán. Vagy ez az? Nem, szerintem nem ez az, hanem ez lesz az. Hát 47 000. Na hát azért sokkal többet kapnánk. Vagy ez melyik? Ja, ez ugyanaz a kettő, csak ugye az a nagyobb, és azt ifával lehetne elvinni. Jól van, akkor meg is van, hogy mit veszünk, de egyébként itt nem nagyon akarom telpocsékolni a pénzemet, mert még ugye bálázót is akarok venni. Hol a bálázó? Bálázó technológia. És mi a kettő között a különbség? Most az áron kívül. Bálázó, szétszórt szalmát vagy szénát, jól kezelhető bálákba pérés, bálázó szétszórt, ez ugyanaz. Csak ez egy kicsit el van tolva, de szerintem egy ilyet azért. De mi a különbség egyébként tényleg? Szerintem ez valamivel nagyobb, az lehet, hogy jó. Nem tudom, meg egy ilyet kéne venni. Vagy egy ilyet kéne venni, vagy egy ilyet kéne venni. Mi a különbség? Ja igen, csak annyi, hogy 16 bele vagy 8 bele. Egyébként szerintem ezt jobban kéne, ezt inkább ezt kéne venni, mert csak 20 euró per nap, ez meg 170 euró per nap, és jóval drágább. Szerintem elég lesz 8 bele, és nem kell egy 16 belázni. Viszont ezt úgy tudom, hogy ez így automatikusan ki is rakja, egy felemeli és kirakja a bálákat. Ezt nem tudom, hogy ezen van ilyen funkció, majd megnézem gameplayen kívül. Úgyhogy, ja. Kombájnok. Hol vannak? Na, azért elég jó kis terveim vannak itt, meg ha gondoljátok, akkor ti is mondjatok valami jó kis ötletet, hogy mire gondoltok. Kombájnok érdekelnek, hogy hol tartanak. Mennyi maradnak ki? Ugye meglátjuk. Hát egy ennyi kimaradna. Jó, ezzel a kombájnnal majd beszedem. Az a kombájn meg maradhat majd lent, azt ürítjük. Zetolt, akkor ezt oda kéne vinni, oda. Föld aljára. Jól van. És akkor most már csak ugye a rábákra kell venni. A permetezés meg mindig a következő rész legelejére hagyjuk. Úgyhogy nagy tervek vannak ám. Csak még egyelőre nem tudom megvalósítani. Na ugye kell még pénz. Mármint hogy az egyik részére, hogy az ifa pótrára még van pénz, viszont kéne a
a beállázás is. Viszont a beállázás az rájár később is, de azt is majd nagyon szeretném csinálni. Az állattartással meg nem tudok kiegyezni, mert egyszerűen francba. Mennyi? Ah, itt is egy ráva, ott is egy ráva. Nagyszerű. Kell fordulni. A beállázás az, vagy na, az állattartással nem vagyok kiegyezve, mert ez, hogy nem tudom, hogy mennyi pénzt lehet itt lekapni. Költöm rájuk a pénzt, meg kajára, meg magukra az állatokra is, de egyébként nem tudom, hogy most az a lenne, hogy most az termelne, most tejet termelne meg nyilván, de hogy lenne is valami értelme. Biztos van valami, hogy ezt kitalálták. Csak hogy most én ezt itt nem vagyok képes átgondolni, hogy ez most ez hogy akar lenni. Na, ez eléggé szépen itt be lett takarítva, nagyszerű. És akkor majd következő részben innen folytatjuk ezzel. Másik kombájn is kész van. Ezt is itt. Gyorsan kiürítjük, mert már lassan kéne kezdenem a lájvolást is. Fogalmam is, hogy hány óra van, de van egy olyan érzésem, hogy lassan mindjárt. Úgyhogy. Aztán ugye megnézem a vetőgépeket is, hogy hol állnak. Egy pillanat. Várjatok, ezt kicsit pihentetem. Vagy nem is, igazából ezt a maradékot, majd az a másik vetőgép leveti. Ezt meg igazából szerintem itt is hagyom, mert az úgy is felmegy. Jó van. Igen, azt a kis csikot ott leveti, ez itt így marad, ez is jó, ez is jó. És akkor ezt még itt kiürítem a silóba, aztán meg is vagyunk. Csak indítsál. És belső nézetbe természetesen. És akkor megint egy jó napot zártunk rá. Azért visszahozza ez a permetezés az árát, ment a gabona árát, szóval érdemes permetezni. Nagyon is. És akkor néhány rész múlva veszünk egy új földet. Nagyszerű. Mert ugye most van két kombájnunk is, meg van két vetőgépes kultivátorunk is, úgyhogy teljesen megfelelő. Bár mondjuk, ha veszünk még egy földet, akkor lehet még egy vetőgép kéne, vagy egy még egy rába kéne, meg még egy vetőgép kéne, meg még egy kombányt kéne, hogy úgy egy kicsit hatékonyabb és gyorsabb legyen, mert most hiába veszünk földet, hogyha egyszer ha egyszer nincs elég kapacitásunkra, szóval ez így lehet, hogy nem annyira jó, úgyhogy tehát pár rész, azt mondom pár rész múlva, szóval még azért van időnk rá. Na jól van. Akkor én búcsúzok szerintem tőletek. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Ádám voltam.
Sziasztok!